valakire kicsapodott ott hátul a falnak! Tömegbaleset a rajt után! Egy roncstelep lett az autópálya! Ismét egy baleset a rajt után! Mika Häkkinen autója! Lerombolva a pályán! A másik McLaren David Coulthard a pálya szélén! Eddie Irvine a pályáról leszalad! És nem jön ki a kulcs! Na! Engedjétek már el, úgy van! 2.16,5 Schumacher versenyének vége! Három kerékkel autózik Schumacher! Irvine a pálya szélén! Démon Hill a pályáról lecsúszott itt a busz megállóban. Lassan úgy tűnik, hogy a pálya versenyzésre alkalmatlanná kezd válni. Fisichella lebontja az autóját, tessék már lefújni ezt a versenyt! Vég a Benetton! 1998-at élünk. Augusztus 30-a. Belga nagy díj. A drámák drámája, kérem szépen! Szakadó eső az Ardennekben. Drámák, balesetek, roncstelep. Egy roncstelep lett az autópálya! Egy verseny a Forma 1 történelméből, amit nem lehet elfelejteni. Soha. Kezdjük az elejétől. Péntek, szabad edzések. Még a száraz pályán is volt egy-két izgalom az edzéseken. Először Mika Häkkinen csúszott ki, és törte össze a McLarenjét az első szabad edzésen. A második szabad edzésen Jacques Villeneuve bukott nagyot az Orange-ban a Williams-szel. A baleset után másnappal már azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen élete legszebb része volt. Aki 280 km/h sebességnél hagyta el a pályát és csapódott a gumifalba, az autójából semmi nem maradt, egy karcolás nélkül sikerült az autóból Villeneuve-nek kiszállnia. Augusztus 29. szombat, megkezdődött az időmérő edzés, amit a két McLaren Mercedes Häkkinen és Coulthard uralt. Michael Schumacher ezúttal nem nagyon tudott a McLarenek közelébe férkőzni. És itt jön a busz megálló, itt kéne kimenni a box utcába, itt balra, aztán rögtön jobbra, és megcsinálta! Ron Dennis elmosolyodott. Hogy... Itt már mind a négy kerék elszállt, szépen. Most van a busz megállóban Häkkinen, ő már majdhogy nem biztos, hogy gyorsabb Coulthard előző idejénél, de vajon Coulthard mit produkál? 1.48.845 Häkkinen és megveri Coulthardot! Első Mika Häkkinen! Hill följött a harmadik helyre! És ez lesz a rajtsorrend holnap! Ott van Damon Hill és mögötte Michael Schumacher! Häkkinen, Coulthard, Hill, Schumacher, Irvine és Villeneuve kezdhette meg az élről a vasárnapi versenyt. Augusztus 30. Vasárnap. Megérkezett az eső. Már a warm-upot és a szakadó esőben futotta a mezőn. Derékig áll a víz rajta, jó napot kívánok! Elérkezett a futam. A safety car elhagyta a rajtrácsot, ami azt jelenti, hogy álló rajt mellett döntött a versenyigazgatóság. Pedig a pályán tényleg áll a víz. És itt jön Schumacher első trükkje, tessenek csak nézni, a gumi, ez a bizonyos intermediate gumi. A piros lámpák kialszanak és elszabadul a pokol. Irvine vág ki, Schumacher is bejön középre, Hilt megelőzik mindannyian, Irvine kapja el jobban a rajtot, Häkkinen eljön, és Villeneuve jön be!
Villeneuve bejött, Villeneuve nagyon szépen csípte el a rajtot, aki nagyon visszaesett, az Damon Hill volt, Häkkinen az első, Villeneuve a második, és valaki nekicsapodott ott hátul a falnak, az egyik McLaren kultárd autója az, és Schumacher is belekeveredik, tömegbaleset a rajt után, mindenki összetöri magát, hihetetlen, a kanyart megúszták, és aztán egy roncstelep lett az autópálya, hihetetlen. Häkkinen és Villeneuve nagyon szépen jött el, de aztán mindenki belekeveredett ebbe a botrányba. Leállították a versenyt, ez annyit jelent, hogy el kell takarítani a romokat a pályáról, és aztán a versenyzők mehetnek vissza a tartalékautójukért. 13 autó tört limpityára. Barrichellót fogják ott, mint egy picit véres lett volna a sisakja. A versenyzők rohantak vissza a tartalékautójukért, és azzal várták az újraindítást. Hát nem két perc lesz, mire ezt a roncstemetőt itt a pályán eltakarítják. Nem mindenkinek jutott tartalékautó, hiszen a kisebb csapatoknak csak az egy kötelező tartalékautó állt rendelkezésre. A nagy csapatoknál természetesen mindkét pilótának volt tartalékautója. A pályabírók ajándékokat osztanak a nézőknek, egyes versenyautó darabokat. Häkkinen fejét simogatják fej nélkül. Most még tart a pályán a Rommel takarítás. Alesi és Ralf Schumacher diskurálnak egymással. Megnyitották a box utca kijáratát, tehát jöhetnek a versenyzők. Egy órába telt, mire eltakarították a romokat, és újraindították a versenyt. A pokol tüze és az eső ezek után sem kímélte a versenyzőket. És újra indulhat a mezőny. Lássuk, mi a helyzet, Schumacher, Hill nagyon jól jön el, Irvine is nagyon jól jön el, Hill az élen, Damon jön meg először Häkkinent is. Schumacher is beér Häkkinen mellé, vajon meg tudják-e oldani, Häkkinen autója megpördül. Megpördül ismét egy baleset a rajt után, Mika Häkkinen autója. Lerombolva a pályán, a világbajnoki esélyes. Itt jön Damon Hill, megugrott Damon Hill. Hihetetlen tempót diktál Damon Hill, és Schumacher most előzi Irvine-t, Irvine elengedi Schumachert. Schumacher ott van a második helyen, Damon Hill csodálatosan jött el. Mika Häkkinen, neki vége a versenynek. A másik McLaren, David Coulthard a pálya szélén. Mindkét McLaren kiesett a versenyből. Ha csak Coulthard nem tud visszajönni, de megpróbálja. A drámák drámája, kérem szépen. Coulthard az egyik Benettonnal ütközött. Mind a két McLaren Mercedes kiesett, Hill az élen! És Schumacher most megpróbálja, megcsúszik hátul, megcsúszik, és vajon be tud-e kanyarodni a busz megálló előtt? Igen, Hill elengedi! Iszonyú brutalitással érkezett meg Hill mellé, és csodálatosan ment el, úgyhogy Damon Hill nagyon elegánsan engedte el Michael Schumachert. Eddie Irvine a pályáról leszaladt! Irvine a harmadik helyről kiállt, és még a versenyének valószínűleg, mert az első vezetőszány leszakadt. Leér az alja, az első vezetőszány beakadt az autó alja alá. Vizes gumikat raktak föl Coulthard autójára. Tehát lecseréltette azokat a bizonyos intermediate gumikat, most tisztán vizes gumikkal halad tovább. Na nézzük, itt már az első vezetőszárnyat tartja az egyik szerelő a kezébe. Fölemelték az egész autót, kikapják alulra az összetört alkatrészt. Kapott benzint rendesen, új kerekeket raknak föl.
Na ennyi idő egy nagy generál, egy Forma 1-es versenyautó, már a helyén is van az első vezetőszárny is. Nincs az 20 másodperc, kérem szépen, hogy mindent lecserélnek ezen a versenyautót. Na, hát mint újkorában. Schumacher a boxba. Érzékeli, hogy a pályán egyre nagyobb a víz. Így van, esőgumikat kap Schumacher. Tehát az intermediate gumikat lecserélik esőgumikra. Mennyi ideig tart a kerékcsere? Nézzük, mennyi üzemanyagot kap. Jó, vajon vissza tud-e jönni az első helyre Mihály Schumacher? Nem érdekes, ugyanis Damon Hill is ugyanebben a körben jön ki kerekes cserélni. Az első vezető szárnyán Damon Hillnek állítanak, és nem jön ki a kulcs! Na! Engedjétek már el, úgy van! Csodálatosan versenyzik Damon Hill ezen a versenyen, aztán egy ilyen hiba, mint egy csavarkulcs beragadása, másodperceket veszel tőle. És itt az aquaplaning, amit te mondasz. Ez a vízátfolyás, lehetett látni, hogy megcsillan a pályán, itt az autó teljesen elveszti a tapadását. Schumacher megelőzi Dini, megelőzi! Jaj! Jean-Claude átment Ron Dennishez, hogy szóljon a kultárnak, hogy Schumacher érkezik mögötte. Itt jön David Coulthard, és mögötte Schumacher, ez azt jelenti, hogy Schumacher beéri David Coulthardot, tehát véletlenül majd lekörözi. 2.14,5. 2.16,5 Schumacher versenyének vége! Neki csúszott Coulthard autójának! Schumacher befejezi a versenyt! Uramisten, három kerékkel autózik Schumacher! Vége a Ferrarinak! Még három kerékkel be fog tudni menni a boxba, és megkísérli folytatni a versenyt, én nekem az a gyanúm. De hát futóművet azért nem lehet egy versenyautón percek alatt cserélni. Coulthard és Schumacher együtt jönnek be a boxba. Itt vár a csapat, hálbe Schumacher. Schumacher tehát egy nyert versenyt dobott el. A boxba mérgesen rohant Coulthard boxa felé, hogy számon kérje a skótot a történtekért. Megy Coulthardhoz, Schumacher! Szerintem izgatott. Mihály Schumacher valamivel nem ért egyet, a saját szerelőjét állítja le. Uram, atyám, ott van Coulthard! A McLaren szerelői tartják vissza Mihály Schumachert. És Jean-Tot is nyugtatja Mihály Schumacher. Nem tudom, mitől ideges, ugyanis ő ment túl közel Coulthardhoz. Kis hiány merekedés tört ki a boxban. Schumacher egészen agresszívan, megállíthatatlanul ment előre. Örvány a pálya szélén, Eddie Irvine-nak is befejeződött a versenye, kérem szépen! A Ferrari szerelői a fejüket fogják. Jelen pillanatban a két Jordan Muge Honda, kérem szépen az élet. Damon Hill a pályáról lecsúszott itt a busz megállóban. Lassan úgy tűnik, hogy a pálya versenyzésre alkalmatlanná kezd válni. Fizikella lebontja az autóját, tessék már lefújni ezt a versenyt! Kék a Benetton! Szegény Nakano is meglepődhetett, hogy ki az, aki hátulról injekciót ad neki. Damon Hill van a safety car mögött, tehát ő a kerékcsere után visszajött az első helyre. Coulthard McLarenjébe ült vissza a boxba, fölszerelték rá újra a hátsó légterelőt, tehát vélhetően Coulthard kijön a boxba. Ez nem is butaság, ugyanis oly kevesen vannak a pályán, hogy még bármire lehetősége lehet. Kiment a safety car, Damon Hill az első, tehát tovább engedik a versenyt, nem fújják le. Ron Dennis átment az izguló Eddie Jordanhez, hiszen a két esélytelen autója vezette a futamot. Eddie Jordan csapata tehát remekül használta ki, hogy mindenki kiesett, és első győzelmüket ünnepelhették, ráadásul kettős győzelemmel. De Eddie Jordan már úgy élve mosolyoggat. Menjen végig ez a viadal, ez a sport. És itt a kockázászló! A versenyt végül Damon Hill nyerte meg, Ralf Schumacher pedig a második lesz. Fantasztikus versenyzéssel sikerült a tavaly előtti világbajnoknak versenyt nyernie. És nézők futnak keresztül a pályán, kérem szépen. Még versenyzők vannak a pályán, de a nézők már elkezdtek keresztbe menni.
világbajnokság állását tetszenek látni. Az élmezőnyben semmilyen változás nem történt a Hungaroring óta, hisz nem sikerült sem a McLarennek, sem a Ferrarinak pontot szereznie. Ez egy olyan futam volt 1998-ban, amit azóta 1000-szer is vissza kell nézni. Ezen a belga hétvégén közel 20 autó tört össze. Remélem élvezetesen sikerült ez a videó. Ha hasonló tartalmakat szeretnél látni, akkor iratkozz fel, és nézd meg a korábbi videóimat is. Köszönöm a figyelmet! Adió! Volt itt minden.